A föld alá menekülnek a turisták a kánikula elől. A paradicsombánya hűvösen mágnesként vonzza őket. A létesítmény forgalma a tavalyi rekord után idén már az év első felében megdőlt. 120 méter mélyen a föld alatti városban télen-nyáron 16 Celsius fok körüli hőmérséklet várja a turistákat, ezért sokan éltek a lehetőséggel, főként a külföldi látogatók. Lenyűgöz, hogy milyen hatalmas és milyen kellemesen hűvös van itt. Érdekes ezt a sok gyermeket is itt lent látni. Nagyon jó hűvös van itt a bányában. Hálásak vagyunk, hogy a július közepi rekkenőségben ilyen lehetőségünk is van. Egyedül a meredek lépcsőkön való felmenéstől félek. Mások a tengerpart vagy a hegyi utazás helyett kezelésre érkeztek a bányába, ahol mára a gyerekeknek is rengeteg szórakozási lehetőséget alakítottak ki. Az unokáimmal, a lányommal jöttünk, hogy azt mások a kicsik, és hát hogyha gyógyulnának. Kalandpark, játszótér, troli, pingpong, tollaslabdázás vagy hintázási lehetőségek közül választhatnak a bánya egyre gyarapodó látogatói. Az idei szezonunk nagyon jól indult. Mondhatom, az első 5 hónapban, bent a bányában legalábbis, 35 ezerrel többen látogatták meg, mint a tavaly. A tavaly úgymond egy rekordévünk volt. 525 ezer ember látogatta meg a tavaly a Parajdisóbányát. A Parajdisóbánya január 1-e kivételével az év minden napján nyitva áll a látogatók előtt.